Bűnmegelőzés céljából az egyenruhás rendőrökön kívül civil ruhás nyomozók is szolgálatban vannak decemberben a karácsony előtti időszakban. A megnövekedett forgalomban észrevétlenebbül lehet bárki lopás áldozata. Ilyenkor ünnepek előtt a rendőrség is jobban figyel az emberekre, még nagyobb hangsúlyt fektetünk a bűnmegelőzésre. A kollégáim is sokkal nagyobb számban vannak jelen azokon a helyeken, ahol ilyenkor több ember fordul meg, elsősorban a bevásárlóközpontokban és azok környékén, nagyobb forgalmú parkolóhelyeken, illetve az állomások környékén. A rendőrség arra hívja fel a figyelmet, ne tartsunk magunknál nagyobb összegben készpénzt, csak amennyit szükséges. Ha bankkártyát használunk, fontos, hogy ne írjuk rá a PIN-kódot, valamint ne tartsuk azt a kártya közelében, akár egy papírra írva. A tömegben elsősorban a zseblopások jelentik a legnagyobb veszélyt, egy vára akasztható táskából vagy könnyen elérhető külső kabátzsebből pillanatok alatt ellophatják értékeinket. Egyéb tanácsaink az autófeltörések megelőzésére, a járműből lopások megelőzésére irányulnak. Sajnos autófeltörések rendszeresen történnek, és ilyenkor ünnepek előtt még inkább előfordulhat, hogy valaki ott felejti vagy ott hagyja a táskáját, esetleg pénztárcáját, telefonját a járműben látható helyen, és ez nagyon sok bűnelkövetőt arra csábíthat, hogy beüssék az ablakot. Ez mindössze néhány másodperc, de az okozott kár az nagyon magas lehet, illetve akár egy üres kabát vagy táska is arra indíthat valakit, hogy betörje az ablakot, és hát ilyenkor ugye nem lesz lopási kár, viszont a ablak megcsináltatása, kijavítatása az komoly költségekbe verheti a tulajdonost. Lopások tekintetében az egyik célcsoport az idős korosztály. Egy kosár tetején hagyott pénztárcát vagy irattartót észrevétlenül ellophatnak a tulajdonosától.